Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr. A halászokat nem üldözni, hanem kártalanítani kellene, ami nem történt meg a mai napig. Magyarországon 2016-ban megszüntették a kereskedelmi halászatot, ennek számos hátrányos következménye volt. Egyrészt gyakorlatilag megszűnt a vendéglátóhelyek hazai természetes vízből származó halakkal történő ellátása, másrészt a halászat megszüntetésével jelentősen lecsökkent a nagyhatású inváziós halfajok általános gyérítése. Az elmúlt évtizedben a hazai folyóvizekben megnövekedett a busák mennyisége, általánossá váltak a szaporodási események, ez pedig jelentősen veszélyezteti a halállományt, mely így az ökológiai problémák mellett jelentős gazdasági problémákat is okoznak, a felelős halgazdálkodásról nem is beszélve. A halászat 2016-os megszüntetése óta a halászok kártalanítása továbbra sem történt meg. A számos halász lenne még, aki halászattal szeretne foglalkozni, de általában jellemző, hogy a horgászvízkezelő hallani sem akar arról, hogy őket ökológiai szelekciós halászatra alkalmazza. Ettől csak a Tisza-tó tér el. A halászat engedélyezésével jót tennénk a hazai vizeknek, minőségi étel kerülhetne az asztalra, ráadásul nem halna ki egy ősi mesterség, családok megélhetése kerülne újra biztonságba. A halászok szerint a MOHOSZ érdekképviseleti szervből egy erőszakszervezeti szerv lett, aki csak is kizárólag az önös és más egyéb pénzügyi befektetések érdekeit képviseli, úgyhogy a kötelezettségeinek nem tesz eleget, és a rábízott hallgazdálkodási feladatokat nem látja el maradéktalanul. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, milyen elvek mentén látja a természetes vízi őshonos halállomány védelmét megvalósítani, miért lehet az, hogy rendszeres, szélesebb körű szelekciós halászat kizárólag csak a Tisza-tavon valósul meg? Hogyan teljesíti a törvényben rábízott inváziós halfajok szekciójára kiszabott feladatokat? Hogyan akarják megőrizni a halászat ősi mesterségének tudásanyagát, hogyha a tudás birtokában lévő halászokat nem hagyják érvényesülni, nem hagyják halászni, és nem hagyják ezzel a családjuk megélhetését biztosítani? Egyáltalán, és a legfontosabb kérdés, meg fog-e valósulni a kártalanítás az egyre idősödő halászok életében? Ha igen, mikor? Megadom a szót Farkas Sándor miniszterhelyettes úrnak. Parancsolj. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013 évi 102-es törvény és annak végrehajtási rendelete biztosítja a honos fajok védelmét és az inváziós fajfajok elleni fellépés lehetőségét, mind az ezért felelős halgazdálkodásra jogosult, mind az illetékes hatóságok számára. Tisztelt képviselő úr, az ön által felvetett kérdésekre jó lenne, hogyha egy kicsit a gyakorlati életből is vennénk példákat, és hogyha végignézzük ma a horgász egyesületek jelentős részét az országban, mindenütt szinte, minden vízfelületen nagyon komoly, invazív halfogásra rendezkedtek be, tehát gyakorlatilag ezeket lehalásszák, megpróbálják csökkenteni ezekkel a halfajokkal a igazi természetes édesvizekben felelhető értékes halfajok javára. Tehát ha ezt megnézzük, itt számtalan helyen, akár a törpeharcsa, akár egyéb káros, invazív halfajoknak a kiszűrése és a kihalászása megtörténik. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ha ezt végignézzük az országos viszonylatban, korábbi 10-15 évvel ezelőtt a halászok vonatkozásában se volt ilyen mértékű. Tehát én azért szeretném ezt hangsúlyozni, ismerem én Tisza melletti emberként, és nagyon sok vízfolyás van, vízfelület van a térségünkben, tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy egy nagyon hatékony, jó irányba mutató feladatként kezelik a horgász szövetségek, a horgász egyesületek ezt a munkát. A Tisza-tó az egy teljesen más jellegű kérdés, ott teljesen másképp van ez a felállás. Az ön által feltett utolsó kérdésre, hogy mi van a hogyan van a kártalanítás a régi halászok vonatkozásában, ezt azért ön is nagyon jól tudja, amikor a kérdést feltette, hogy erre elkülönt összeg sosem volt. Volt egy egyeztetés, amin felmerült, hogy lehetséges lenne-e, de ez nem történt meg soha, és úgy gondolom, hogy ma ezek a halászok jelentős részben elhelyezkedtek, más módon tudnak a halászathoz kapcsolódni, más módon élnek, és én szerintem ez már tárgytalan ez a kérdés. Köszönöm szépen!